Ezek lesznek tehát mai témáink. Nagyszabású gálakoncertet tart augusztus 20-án a nyíregyházi Kántémusz kórus, amely egyben az évben, ebben az évben ünnepli 40 éves évfordulóját. Az eseményre meghívták egyébként azokat is, akik az elmúlt évtizedek alatt részt vettek a kórus család életében. Hamarosan erről beszélgetünk. 40 évvel ezelőtt az akkor még nyíregyházi 4-es számú általános iskola falai között Szabó Dénes fiatal énektanár vezetésével megalakult egy gyermekkórus, amely nem sokkal később a Kántémusz nevet vette fel. Ebből a 30-40 fős iskolai kórusból mára egy több mint 350 tagot számláló, nemzetközi hírű és rangú Magyarország nemzeti együtteseként számon tartott kórus család született, és azokkal együtt, akik az elmúlt évek alatt ebben a kórusban rövidebb, hosszabb ideig énekeltek, egy több mint 2000 fő számláló közösség nevelkedett fel. A Kántémusz tehát 40 éves lett idén, és ezt a jubileumot egész éves programsorozattal ünnepelték, illetve ünneplik meg. Augusztus 20-án nagyszabású gálakoncertet rendeznek, amelyre meghívtak mindenkit, aki az elmúlt 40 év alatt részt vett a kórus család életében. Vendégünk a stúdióban Szabó Dénest, Kossuth Díjas karnagy. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét karnagy. Kívánok. Hát én azt hiszem, hogy a nyíregyháziak és a megyebeliek, de az országban is, meg az országhatárokon túl is nagyon jól ismerik ezt a kórust, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy az elmúlt 40 év alatt itt már a bejátszásban szó esett, hogy több ezer gyermek került kapcsolatba a zenével, és tette valamilyen formában magáévá a muzsikát. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebben az évben hogyan emlékeztek ezekre, illetve hát azok a régi kórustagok hogyan viszonyulnak ehhez a nagy ünnepséghez, ami most megrendezésre kerül. A 40 év súlyát és felelősségét érezve nem egyetlen pillanatot jelöltünk ki az emlékezésre, hanem bizonyos évközi hangversenyekben már megszólítottuk a régieket. Amikor Liszt Faust szimfóniájában férfi karra volt szükség, akkor megszólítottuk a régieket, sokan eljöttek, és máig mindannyian úgy érezzük, hogy az egy rendkívül jó énekkar volt. Inspiráló, hogy miért nem működik állandóan, miért csak egy bizonyos alkalomra. De a lányokat ugyanígy hívtuk, és tulajdonképpen most elkövetkezett augusztus 20-a, gondolván az, hogy talán itt egy kicsit könnyebb mindenkinek egy kis szabadidőt kiszakítani az életébe. Nem könnyebb, mert egyetlen nap. Igen. Tehát a szabadságolás miatt mégsem könnyű dolog. De talán a nyár, még a szabadság talán egy kicsit könnyebbé teszi az utazást. És kétségtelen, hogy látjuk is, hogy a megszólítottak közül messze földről jönnek emberek. Újongva jöttek tegnap Grazból, Bécsből, masszám az Egyesült Államokból is megérkezik valaki, akinek a lelkében ez egy erős dolog, és húzza őt vissza, és kétségtelen, hogy sokan jönnek. Nagyon érdekes az arcok változását nézni, és rádöbbenni arra, hogy valakinek a hangszínét is azonnal megismerem. Ha nem láttam volna, akkor is tudom, hogy belépett a terembe, mert abban a pillanatban, hogy megszólal, már tudom, hogy köztünk van Sellei Anna, aki egyébként Bécsben él és dolgozik már hosszú évtizedek óta. Ha így veszük, akkor gyakorlatilag egy nemzetközi gálaműsor lesz, mert hogy nagyon sokan jönnek, bár magyarok külföldről. Hogy látja az elmúlt 40 év alatt, hogyan vált ebből a bejátszásban elhangzott, hogy gyakorlatilag egy iskolai kórusból aztán egy nemzetközi szintű, elismert, nemzetközi szinten elismert kórus, illetve hát én azt hiszem, hogy most már a világkórus muzsikájában megkerülhetetlen a Kántémusz és az a munka, amit önök letettek. Úgy érezzük, hogy a világ biztosan így gondolkodik e felől. A tengersok meghívás, a külföldi turnékon való, hogy mondjam már, kedves fogadtatás is mind mutatja, az újabb és újabb bemutatók, amiket külföldön tartanunk kell, mindenki szeretné a titkot ellesni, miért szól ez egy kicsit jobban vagy másképpen, mint a többi, a közönség számára miért fülegy gyönyörködtetőbb. De szerintem azért Magyarországon is van már híre, és nagyon örülünk, hogy szerintem Nyíregyházán is sokan tudják ezt, hogy így van, és reméljük, hogy holnap, amikor ez a bizonyos kicsit kötetlen hangverseny, kötetlen hangulatú hangverseny megszólal, akkor újra sokan eljönnek, egyrészt az érdeklődők, másrészt kétségtelenül azok, akik valamikor énekeltek az énekkarba. Nagyon sokan lennének egyébként, ha mindannyian eljönnének, akkor a
azt hiszem, ha Buszacsa is kicsi lenne, de természetesen az előbb említett távolságok, ahová szétszóródtak a világba énekeseink, az ilyenkor ezt nem teszi lehetővé. Kicsit szomorúak vagyunk, hogy nincsenek itt, de annál jobban örülünk azoknak, akik itt vannak. És tegnap este, amikor az első próbát tartottunk, hát az mindenki számára nagyon-nagyon nagy élmény volt újra találkozni és újra együtt énekelni, és akkor megkérdeztem, hogy most akkor legyen egy kis pihenő, és nem, azt mondták, hogy ők énekelni akarnak, azért jöttek vissza, hogy énekeljünk. És nagyon jó érzés azt hallani, hogy valaki 20 évvel ezelőtt elment, és most is tudja ott a nélkül a művet. És akkor ők mondják, hogy melyiket énekeljük, mert azt szeretnék, hogy az legyen. Most az jutott eszembe, hogy egy kicsit beleláttam én is ebbe a munkába, mert kezdő rádió riporteri koromban én nagyon sokat jártam önökhez riportokat készíteni és az eseményekről beszámolni, de nem is ez a lényeg, hanem azt akartam megkérdezni, hogy mi volt önben az a motiváció, ami elindította ezen az úton? Eleve kórus muzsikával foglalkozott? Én úgy tudom, hogy ön hangszeres zenész volt korábban. Nekem full a művészi diplomám van alapvetően. A véletlen sodort engem ebbe az irányba. Ha megkérdezik tőlem, hogy mi nem akarok lenni, akkor biztos azt mondom, hogy ez nem. De amikor először meghallottam az énekkar tiszta éneklését, akik a Kodály módszeren nőnek föl, akkor az egy varázslatos dolog. Tehát az énekhangnál még a fuvola se szebb, ezt el kell mondjam. Amikor 30-40 gyerek tisztán énekel, azok a teljesen romlatlan és tiszta és eleven hangok, amelyek összeadódnak, hát az utánozhatatlan. Tehát ez egyfajta varázslat, amelyhez el kell jutni. Hát ehhez kell a Kodály iskola, ehhez kell egy Kodály szellemébe fölnövekvő gyermek, aki az életről sokkal többet tud, sokkal egészségesebb a lelke, mint egyébként, a világ felé nyitottabb, és a közösség irányába sokkal jobban illeszkedik. Ez egy olyan varázslatos és csodálatos légkör, hogy legszívesebb azt mondanám, hogy mindenkinek ilyen iskolába kéne járnia. Dolgozok is rajta, gyakran hallatom a hangom a minisztérium irányába és a felső vezetők irányába. Még egy kicsit nekik rossz a hallásuk, illetve azt gondolom, hogy ők nem jártak Kodály iskolába, és ezért nem elég kifinomultak arra, hogy meghallják az igazat. Talán most sokat segíthet az, hogy ugye most bejelentették, hogy a mindennapos testnevelés után szeretnék a mindennapos énekórát is bevezetni az iskolákba. Ez segítheti-e ezt a fajta folyamatot? Ezzel kapcsolatban nekem azért vannak aggályaim. Azt szeretném, hogyha mielőtt a döntést meghoznák, azelőtt azok a kiváló emberek talán hatán vannak, akiket kiválasztottak, hogy kezdjenek el konzultálni ebbe az ügybe, ennél egy kicsit szélesebbé tennék a kört, és akik igazából gyakorlatilag ezt meg tudták valósítani, szerintem mondhatom, hogy Nyíregyházán például, nekem nagyon sok használható tapasztalatom van, amit szívesen továbbadnék. A országház elnökének itt Nyíregyházán egyszer el is mondtam, hogy a világ nagyon kíváncsi rá, és sok helyre hívnak, hogy én ezt mondjam el, és jó pénzért el szoktam ezt mondani, de Magyarországon még senki nem fizetett nekem jó pénzt azért, hogy ezt továbbadjam. De ez természetesen csak vicc volt, azért örülnék, ha döntéshozatal folyamatába egy kicsit beleszólhatnék. Időnk lassan elfogy, de mindenképpen szeretném, ha még néhány szóban elmondanánk a holnapi programot, illetve hát azt, hogy vajon befér-e majd a sok kíváncsiskodó és néző a koncertre, hiszen említette, hogy nagyon sokan érkeztek vissza a régi tagok közül. Igen, tehát nem könnyű a helyzet a Bem Józsefbe. Amíg a készlet tart, ahogy szokták mondani, amíg a jegy van, addig ez megvásárolható. Annál többet nem tudunk kiadni, mint ahány embert le tudunk ültetni. Meglehetősen gyorsan fogynak a jegyek, és sokan úgy érzik, hogy lesz itt a végének is feszültség, hogy nem mindenki fog bejutni. De ne essen senki kétségbe, majd újra fogunk csinálni 50 éves találkozót, és akkor is el lehet jönni. És egyébként is azt gondolom, hogy például az a kiállítás, ami a Kodály Zoltán általános iskola Kodály termében van, azt nagyon érdemes megnézni. Ott minden nap be lehet menni, magam is meg vagyok döbbenve, hogy a munkatársaim és a volt énekkari tagok mi mindent hoztak össze az elmúlt 40 év emlékeiből. Hát örömmel lehet végigjárni ezt az utat. Mikor kezdődik a koncert holnap este? A koncert holnap este 7 órakor kezdődik, nagy összkarral és a végén is nagy összkarral. Mindenki arra gondoljon, hogy ha eljön, akkor énekelnie kell. Nem, lehet neki énekelni. Úgy készülje, hogy nagyon nagy élmény lesz.
Nagyon sok sikert kívánok, gratulálok egyébként az elmúlt 40 évhez. Köszönöm szépen, Karnagy úr, hogy vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget.